Gratulálok és sok sikert kívánok! Udvar Csaba, a Grundfos Magyarország Kft. Ügyvezetője nyújtja át Szücsné Szigeti Hedvignek jelképesen azt az összeget, amelyet a cég adományozott a Magyar Vöröskereszt Fehér megyei szervezetének, amely így 5000 eurót fordíthatott szükséges eszközök beszerzésére. A Grundfos értékeibe, alapértékeibe benne van az adományozás, a támogatás, és azért is gondoltunk arra, hogy megpályázzuk a Grundfos Magyarország Kft. Nevében a Poldó Jensen alapítványnál, ami a Grundfosnak egy alapítványa, megpályázzuk a Vöröskereszt számára azokat az eszközöket, amiket igényeltek, illetve amikre szükségük van. Ez a kábelvezeték, ugye ahhoz kell, hogy az áramforrás biztonsága jusson el, ő a hőlékbefúvó, ugye ez egyértelműen a hőt fogja sugározni, ez pedig egy olyan termosz, ami maga forralja a vizet, és gyakorlatilag csak meleg víz szükséges hozzá, áramra kell kötni, és akkor meg tudjuk főzni benne a teát a helyszínen, nem kell vinni magunkba. Ezen kívül pedig még speciális talapzatot, reflektorlámpákat, állványokat, aggregátort vásárolt a Fejér megyei szervezet a támogatásból. A sátrat így teljes felszereltséggel tudják majd használni a helyszíneken, ahol szükség lesz a felállítására. Grundfos Magyarország Kft.-vel a humanitárius válság elején találkoztunk. Ők elsősorban úgy gondolták, hogy a dolgozói körben volt egy gyűjtésük, és utána, amikor elbeszélgettünk, akkor került sor arra, hogy esetlegesen egy ilyen sátor, ami teljes berendezés rendelkezik, az nekünk hatalmas nagy segítség lenne. Első körben arra gondoltunk, hogy a menekültellátás során ugye a regisztráció vagy pihenőhelyként üzemelne, most már inkább úgy látjuk, hogy szociális programokat, rendezvényeket, gyerekjátszót fogunk benne berendezni. A megyei igazgató hozzátette, mivel sok a kültéri rendezvény és katasztrófa helyzetekben is jelen vannak, ki tudják majd használni a sátrat. Szombaton például a Közlekedik a család rendezvényre települnek ki, és várják a sátorban a résztvevőket.